Na sziasztok mindenki! Elérkeztünk a következő házfelújításos videónkhoz. Miért is menne minden jó, meg úgy, ahogy szeretnénk? Kettő dologról lesz szó, az egyik az, hogy beáztunk. Pedig tavaly nem volt ilyen probléma, meg már szóltam a kövümesnek is, mert tudtam, hogy jönnek ezek a nagy esőzések, és meg kell csinálni. Mondta, hogy oké, szombaton jön, hát az eső előbb megérkezett, és baj is lett belőle. Hát nem akkora nagy probléma, de azért beáztunk egy kicsit. Ugye a csatornázásról is lesz szó, hogy mit kell megrendelni, mivel ugye a falunkban most csinálják a csatornázást. Valószínűleg 2025-re lesz belőle valami, viszont beálltak egy csővel az udvarba, és addig mindenkinek saját kezüleg vagy szakemberre ki kell építetnie ugye a csöveket odáig, és a végén majd csak rá kell kötni, úgyhogy erről is lesz szó, de először nézzük meg, hogy hol áztunk be. Itt a nappaliba, a hátam mögött amúgy. Ezt nézzétek, milyen csúnya lett. Itt kezdett el vizesedni, itt annyira már nem látszódik, hogy itt vizesedne, illetve itt a sarokban jócskán látszik, hogy beáztunk. Ugye tavaly ezt egyáltalán nem vettük észre, kint meg is mutatom nektek, hogy mi lehet a probléma, de ez nagyon csúnya. Pont itt lesz ugye a radiátor, úgyhogy valószínűleg meg fog száradni, illetve akkor újra kell itt majd festeni. Máshol nem vettük észre a házon, de pont erről az oldalról kezdte el a falat verni az eső, úgyhogy hát nem örülök neki. Ugye ez egy téli kert volt, és ugye az előző ablak idáig volt, ez lett ugye felfalazva, de nézzük meg akkor kívülről, hogy mit látunk. Ahogy fölnéztek, láthatjátok, hogy valószínűleg ott lesz a probléma. Ugye én már ezt tavaly beszerettem volna csináltatni, csak valahogy ez elmaradt, és most tudtam, hogy jönnek a nagy esők, szóltam is a kömüvesnek, ahogy említettem nektek, kell 10 darab tégla, meg vakolóanyag, és akkor ezt ugye szombaton meg fogja csinálni, de hát olyan hirtelen jött ez az eső hétfőn, meg kedden, itt verte ugye a víz szana szét ugye ezt a felét a háznak, és akkor sajnos ugye beáztunk. Jó, hogyha már terasz lesz itt, akkor már nem lesz ilyen probléma. Nem lesz ilyen probléma, én ezt értem, meg ugye a tetőt jó megcsinálták a Tiborék, meg van szigetelés, minden. Csak ez a rész amúgy, ez itt kimaradt, és akkor sajnos ennek meg is lett a következménye, aminek nem annyira örülök. De hát most ez van, meg lesz majd csináltatva, és akkor nem lesz probléma. Te mondtad, Niki, mert én a teraszt azt innen akarom indítani. De te azt mondod, hogy hozzuk ki idáig. Hát lehet, mert amúgy lehet, hogy az úgy kicsi lenne. Kicsi lenne az a terasz? Mert ugye a kutyaházat is, ugye Mózikám, kutyaházat is a teraszra akarjuk majd tenni. Amúgy Mózika kapott egy kutyaházat, ahogy látjátok. Mert ahogy esett az eső, mondom, rögtön megyünk kutyaházat venni, mert szegény kiskutya fázni fog, meg elázik. De lesz majd egy együttműködésből egy komolyabb kutyaházunk is. Azt a kutyaházat most készítik. De hallod, akkor ezt már nem hoznád ki, csak innen jönnek idáig. És akkor jövök haza, itt már tudom kapcsolni a lámpát, ami ott lesz a bejáratnál, és itt térek be a terasz alá. Hát szerintem igen. És akkor nem lesz csak probléma. Csak nem tudom, mert ugye itt akkor nem járda lenne, hanem a... Akkor betonozni odáig kellene. Hát igen, és akkor rögtön a fű. Hát igen. Mi? Hát jó. Nem tudom még elképzelni, de biztos jó lesz. Úgy haladjunk a videóban, mert a Mózika játszani akar. Mózika? Ott ül és vár. Illetve ugye a kömüves még ezt a lukat is be fogja csinálni. Hát belülről van berakva egy tégla. Gyere, Niki, itt mutasd meg, légy szíves. Szia, Mózika! Ott van egy tégla, de hogy ezt is meg kell csinálni. Illetve ezt a lukat is be kell tömni. Minden lukat be kell tömni, itt az a helyzet. És ugye látjátok, hogy a gázcsövek a faltól körülbelül 7 centire vannak. Ugye a szigetelést őszre terveztük, de hát tudjátok, hogy szokott ez lenni, meg láttátok a házfelújításban, hogy nem úgy van az ám, ahogy akarjuk, hogy tavaszra marad majd a szigetelés, és megkérdeztem, hogy egy 10 centi szigetelést szeretnénk, ki tudja a gázszerelő hozni a csövet, viszont lehet, hogy be lehet szigetelni, és itt, ahol vannak ezek az illesztések, szerelő nyílásokat kell tenni, ugye, hogyha probléma van, akkor hozzá lehessen férni. Nem tudom, hogy szerintetek melyik a jobb megoldás, illetve hogy mit engednek, hogy tényleg be lehet-e szigetelni ilyen szerelőnyílásokkal, vagy a csövet kell kijebb hozni, viszont akkor a cső nagyon csúnya lenne, ugye? Így meg ha be lenne szigetelve, akkor el lenne tüntetve. Én azt jobban preferálnám, csak nem tudom, hogy mit lehet, mit nem, meg hogy működnek ezek a dolgok. Hihetetlen amúgy, hogy két napja fáztunk, most megint melegünk van, megint pólós idő van. Szóval jönni fog a kömüves, ezt meg fogja csinálni, de ezt a telet, még hogyha nem tudom, hogy beköltözünk-e idén,
inkább nem is mondok semmit, de akkor így fogjuk kifűteni a házat. Kíváncsi vagyok, hogy ekkora házat tényleg hogy tudunk kifűteni, mennyi pénzből, de ezt majd úgy is fogom nektek mondani. A radiátorokat hamarosan felrakják, és akkor lehet fűteni. Na most már jól lenne költözni, mert akkor otthon nem kéne a fába beleadni. Igen, ezért mondom, hogy a Mama Hotel definíciója az az, hogy otthon laksz és élsz, mint Marci Jeves. Mi otthon lakunk, de adunk haza. Na, értitek? És akkor a videó második felében beszéljünk a szennyvíz elvezetésről. Kíváncsi vagyok, hogy nálatok például milyen árba dolgozhatnak. Hát nekem azt mondták, hogy 10 000 forint méterre, hát anyaggal együtt, ugye ebbe benne vannak a PVC csövek is, 10 000 forint méterre, ilyeneket mondtak nekem, hogy itt a környéken ennyit csinálhatják, hát valaki lehet 7-8 000-é, de valaki 10 000-é, és le lett mérve, nekünk 22 méter van itt, most a számoljátok ki, nem nehéz, 220 000 forint lenne, és akkor ez megint egy olyan költség, amire nem számítottunk, viszont ugye kaptunk levelet, hogy majd igyekezzünk ezt kiépíteni, mivel majd szeretnének próba rákötést itt szeptember-október környékén, és addigra odáig oda kell vezetni, hogy ők csak rákössék. A szőlőt ugye kiszedtük, ezt a kutat is be akarjuk majd temetni, miután kész lesz a csatornázás, el alakba ugye itt le akarom betonoztatni. Most ide folyik ugye az esővíz. Most kijöttél a benti papuccsal? Niki, bent meg lecseszel, hogy a cipővel mászkálok. Hát de azért van ott bent a szobapapucs, meg édes ez. Édes Istenem, és akkor na mindegy, hagyjuk. Legközelebb úgy csinálom. Na. Azt hiszem, amúgy a lakók körülbelül 2 évet kapnak ennek kiépítésére, mert hogyha utána nincs kész, akkor ilyen büntetést kell fizetni, környezetszennyezés cím, szóval nem tudom pontosan, de az a lényeg, hogy ki kell építeni. Hát ugye nem mindenkinek van hirtelen 200 000 forintja, hogy ezt most rögtön kiépítse, úgyhogy hagynak erre időt. Viszont képzeljétek el, hogy olyan szerencsések vagyunk, hogy édes apukámék barátai felajánlották azt, hogy csak vegyem meg a csövet, jönnek, kiásnak, és értenek is hozzá, mivel Jani erre specializálódott, úgyhogy nagyon jó fejek, nem kérnek egy forintot se, azt mondták, hogy eljövünk ide, dolgozunk egy kicsit, legyen egy kaja, legyen buli, iszogatás, és megvan oldva. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, ez egy óriási segítség nekünk, úgyhogy köszönjük szépen, valószínűleg egy szombati napot fogunk erre kinézni, de múltkor is itt volt a család, főztünk egy kakaspörköltet, takarítottunk minden, úgyhogy tényleg nagyon jó esik, hogy ennyire segítenek a családtagok, és most már barátok is beszállnak a buliba. Mondták, ha pakolni kell, jönnek, tényleg nagyon-nagyon örülünk neki. Ki hozzám jössz feleségül? Találtam egy gyűrűt. Ez szerintem egy, nem egy kincs. Lehet, hogy ez valami felbecsülhetetlen értékű gyűrű. Na mindegy. Szóval a másik kihívást azt jelentette, amiért Zolit kellett hívni, hogy hol jön ki ugye a cső. Gyere, Niki, itt mutasd meg. Gyorsan meg is találtuk, mert ugye innen kell kezdeni majd a kiépítés. Nem tudom, hogy mennyire látszódik, de hogy meg lett találva ez a cső. És mivel itt beton lesz, ezért körülbelül idáig mértük le, hogy itt fog majd elmenni egész odáig, ameddig beálltak. Ez le lett mérve, 22 méter csövet kell venni, és akkor elmondom, hogy miket írtam fel, hogy mi kell ehhez. Valószínűleg nagyker áron be tudom szerezni ezeket a cuccokat, úgyhogy olvasom is. 110-es KG PVC cső kell, ugye 22 méter, viszont van a sima PVC cső is, de mondta, hogy a KG PVC lehet, hogy drágább, de sokkal jobb is, meg nem tudja, hogy milyen előírások vannak, de lehet, hogy elő van írva, hogy ilyen csövet kell használni, ezt most nem tudom pontosan. Ugye 3 méteresbe fogom megvásárolni, rögtön 2 darab ugye idáig ki is fog jönni, mert ez 5,9 méter körülbelül. Kell 2 darab T-dom, 4 darab 45 fok, szűkítő 160-ról 110-re, kis tubusos kenőszappan, illetve 2 dugó, abból is 110-es, viszont meg kell kérdeznem a munkásokat, hogy tokkal vagy tok nélkül álltak-e be, az valószínűleg le van dugózva, viszont ez is fontos, mert hogyha tok nélkül álltak be, akkor oda is kell még vásárolni valamit. Úgyhogy nagyon örülök neki tényleg, hogy ilyen segítséget kapunk családoktól, barátoktól. Ez a szennyvíz elvezetés is olyan, hogy tudtuk, hogy lesz, meg tök jó, hogy kiépítik, csak azt nem tudtuk, hogy ez ennyibe fog kerülni. De hát ugye fölásni azt mondják, nem tart majd sem eddig, mert nem tudom, hogy mennyire kell majd leásni, de ugye folyamatosan lejtenie kell majd. Páran meg fogjuk csinálni, meg kell venni a csövet, és akkor a csapattal szerintem pikpak meg tudjuk csinálni, és ugye így munkadíjat nem kell fizetni, csak az anyagot, úgyhogy szerintem fél áron ki fogunk jönni. Ezt nézni ki. Most komolyan. Látod ezt? Látod ezt? Most megversz? Igen.
Jó, nem vagyok bunkó, de véletlen kimentem. Mert ez a papucs is benti papucs. Jó, bocsánat. Na és ezzel kapcsolatban, hogy ugye a kiskutya is beszokott jönni az előtérbe, meg voltak ezek a nagy esőzések, hogy mekkora királyság ez az előtér, ugye? Még a nézőket is kérdeztük, hogy jó ez az előtér, vagy nem? Hát ez az egyik legjobb döntésünk volt, hogy tényleg nem hozzuk be ide a sarat, hanem itt az előtérbe, ugye Niki gyorsan fel tud mosni. Én is fel tudok mosni gyorsan. Mi sosem láttuk. Hát videóban nem, de lehet, hogy én itt valami szuper képességű csávó vagyok, aki csinál mindent. Na mindegy, és hogy nagyon jó amúgy ez az előtér, tényleg. Még te is mondtad, Niki, nem, hogy nagyon jó, hogy itt ez az előtér, mert nem sarazunk össze minden csak ott. De amúgy, Niki, te nagyon igazságtalan vagy. Mert az új cipőd, de te meg bejöttél. Neked lehet. Hát mert ez új. Ez meg tiszta. Vagy aki takarít, annak lehet? Ez még tiszta. Jó, oké. Na, és amit mondtatok, és igazatok van, hogy a klímának valószínűleg itt lesz a helye, és ez teljesen befújja a nappalit, meg még egy helyen lesz valahol. Viszont itt lesz egy terasz, de azt is írtátok, hogy el lehet vezetni, ugye, ezt az egészet. Úgyhogy jó lenne. Ezt be kell csinálni, és akkor itt jó lesz a klíma. Itt a helye. Mert így is elég világos az előtérbe, ide ablakot terveztünk, de akkor klíma lesz helyette. Szóval így a vége fele is adódnak problémák, ezt a beázást sajnos előbb kellett volna orvosolni, hogy az kész legyen. Sajnos ez most így történt, de ki lesz javítva. Fent lesznek hamarosan a radiátorok, megnézzük majd a fűtést, és bízunk benne, hogy hamarosan el tudjuk kezdeni vásárolni a bútorokat, meg a WC-t. Valaki írta, hogy a család helyében már összedobtak volna egy WC-t. Nem a WC itt a legnagyobb probléma, most az 40-50 ezeré lehet ilyen, meg sőt olcsóban is lehet WC-t venni, hanem a bútorozás, illetve lámpák, konnektorok, hogy sok kicsi sokra megy, ugye? Kis apró dolgokból fog összejönni megint sok, illetve ugye most be kell vásárolnom a szennyvízhez ezeket a dolgokat. Akkor jön a köműves, őt is ki kell fizetni, mondjuk szerintem ez a 10 darab tégla, meg a vakulóanyag, meg a munkadíj, nem hiszem, hogy olyan sok lesz, de örülünk neki, hogy Peti gyorsan meg tudja csinálni. Úgyhogy jelenleg így állom, kicsit bosszantó volt, ahogy megláttam a falat, de hát ez van, ugye hiba csúszott a gépezetbe, de bízunk benne, hogy most is tudtam olyan információkat mondani a szennyvízelvezetésre, vagy csak úgy érdekességként, hogy megnéztétek ezt a videót. Nem mindig csak a jót kell mutatni, mert most megszívtuk a fallal. Ami még felidegesített, ezt nézzétek, hogy itt magasfényű fehérre le lett festve, és sárga lett. Én először arra gondoltam, hogy a Temus csomag befoghatta, itt is olyan, de ugye Niki sógora pedig azt mondta, hogy hő hatására lehetett ilyen, nem tudom. De ezt nem is lett ide semmi meleg rakva. Hát ez az, nem tudom. Tudomásom szerint. Nagyon érdekes, illetve Niki már a kabátokat áthozta, már dobozóba pakol a Niki. Hát igen, a téli kabátokat áthoztam, meg az őszi kabátokat, mivel azt hittem, hogy már amire szükség lesz rá, addigra itt fogunk lakni. Hát vihettem is egy párat haza. Novemberben lesz 2 éve amúgy, hogy ugye elkezdtük ezt az egészet. Ti is látjátok, hogy nem egyszerű. Haladunk, ahogy tudunk, de tényleg most nem, inkább ne is beszéljünk arról, hogy mikor költözünk. Fogunk majd, amikor eljön az ideje. Karácsonyt már itt akarjuk tölteni, majd kiderül. Mózika, meg már úgy látom, hogy jó neki. Jó neki, nagyon. Igaz? Lesz egy feladatod. Igen. Itt van egy pók. Pók! Le kell pókhálózni, meg ugye majd az ablakokat is. Ne! De ez fali pók, kaszás pók, ez nem bánt. Fali pók, tessék. Úristen. Hogy lehet így félni a pókoktól? Jó, valamit ő félek, de a kaszás pók az nem bánt. Téged kiengedett be. Szia! Jó érzi magát bent amúgy, csak néha bepisil. Ugye, Mózika? Na, a szemetet nem viszed el. Hogy lehetsz ilyen cuki bogár? Most kapta meg amúgy a 3. oltását, és akkor kell még egy veszettség ellen, igaz? Szia! Kislány, szia! Úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és jövünk majd a folytatással. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!